Sziasztok! Elég régen nem beszéltem már, de most így az utcán menve jön, hogy mondjam el nektek a éjszakai álmomat, ami engem eléggé váratlanul ért, és egyértelműen megmutatta, hogy ennek az egésznek ez a nemzedék, ez az én nemzedéke, akik benne vannak a 50-es éveikbe, sőt azon is túl, ennek a nemzedéknek köszönhető az, hogy a következő nemzedékek el kell szenvedjék ezeknek a következményeit, sőt, mi több, sokkal nagyobb károkat kell elszenvedjen a lelkeik, mint a miénk, hisz valójában ez a mi nemzedékünknek köszönhető, ez az egész mesterséges intelligencia világa, ez a digitalizáció, az úgynevezett számítástechnikai, számítógépesített világ, ami valójában tudjuk, hogy a Földből feljövő fenevad, hisz minden, ami a Földből való, tehát érz, műanyag, és minden, amiből készülnek ezek az úgynevezett eszközök, a okos telefonoktól elkezdve a laptopokig, a képernyőkig, az óriás képernyőkig, az minden a Földből való, ebbe beleleheltük a lelket, és ez az, ami valójában a saját hazugság világunkból megvezet és elvezet minket az egy Isten adta igazságtól, igazságról, aki nem más, mint maga a Krisztus. Tehát az állam ki a következő volt. Egy játékteremben voltam, ami számomra már még álomban is meglepő volt. Egy olyan szerepben voltam, ahol valójában szereltem össze a képernyőköt, és még azt is láthattam, hogy maga egyik képernyőt már összeszereltem, és jött a másik képernyőnek a az összeszerelése, az meg volt fordítva, valami jack dugaszokat próbáltam beledugdosni, és hogy működőképes legyen, azt nem tudnám megmondani, hogy miért két képernyő volt, mind a kettőnek a hátlapja az egyértelműen fehér volt, és a fehér rész, ugye, a védő burokján egyértelműen rajta volt egy híres amerikai márkának az emblémája, hát az Apple, ez se véletlen, és maga a fehér szín sem, hisz világosság angyalának adja ki magát. És ott ténykedtem, és tudtam, hogy befizettem három körre, hogy három kört fogok lejátszani, de hogy mit, azt nem tudom, és ahogy én ott próbáltam a második képernyőt működésképessé tenni, mellettem elment egy ilyen 12 és 15 éves közötti ilyen tipikus városi gyerek, egy ilyen vagány, modern, ultramodern gyerek, aki valójában egy senki volt. Tudtam, hogy majdnem egy hajléktalannal egy kategóriában van, de ahogy mentem mellettem, azt is tudtam róla, hogy valójában ő egy számítógép zseni, egy olyan ember, akit mindenki senkinek néz, de egy hihetetlen tudás képessége van, hisz belelát ebben az egész rendszerben, és oda jött és nézett engem, és megfordultam, és megkérdeztem tőle, hogy akarsz játszani, és azt válaszolta nekem, hogy persze. Mondom, jó, befizettem három körre, addig én elmegyek és rágyújtok egy szál cigarettára, mondom, nyugodtan játszodjál. És az történt, hogy oda is állt, hisz maga a terem, ahol voltunk, mondom, ez egy olyan terem volt, amiket lehet látni sok helyen, például ilyen bevásárlóközpontokban ilyen játékgépek vannak, ugye nagy képernyők, ahol vannak ilyen harcias játékok,
vagy sport, vagy esetleg versenyzés, ilyen egyértelmű 3D-be működtetett modern játékok. És ez a terem, ez pont olyan volt, és én kijöttem onnan, és rágyújtottam. És ahogy rágyújtottam, egy ablakon figyeltem, kívülről befele nézve, hogy mi történik. Nem tudom, hogy kik voltak mellettem, de tudom, annyit érzékeltem, és így jut eszembe közben, hogy mesélem nektek, hogy az új nemzedéknek a gyermekei, mai nemzedék fiatalsága, és mondtam nekük, hogy meglássátok, hogy ez a srác most kivégzi az egész mesterséges intelligenciát, mint John Leach. Még egyszer mondom, meglássátok, hogy ez a srác, aki neki fogott itt belemászni az egész mesterséges intelligenciának a mélységeibe, az agyába, mondom, ki fogja végezni, mint John Leach. Leach. Hát ez egy film, nem tudom, jól mondom-e, ez egy amerikai film, akit valójában Keanu Reeves játszottja, nem tudom, jól mondtam-e a nevet, a filmnek a címét, egy bérgyilkos játszik benne, aki mindenkit megöl. Tehát valójában mindenkit kivégez. Szószoros értelemben nincs ellenfele. És nem filmet reklámozok, hanem maga a jelenet, ahogy megmutatta az atya, hát én is, amikor fölébredtem, ledöbbentem ezen. Igen ám, de ahogy néztem a srácot, mondom, hogy ez nem is az a John Wick, hanem kimondtam a hackernek a nevét. Most nem tudnám nektek megmondani. Tudtam, hogy egy világhírű hacker, aki valójában a mesterséges intelligenciát képes pár mozdulatból úgy meghackelni, hogy beborul az egész. És akkor mondtam ott a körülöttem lévőknek ezt a nevet, és mondtam, hogy nézzétek meg, hogy fogja tönkretenni az egészet pillanatok alatt. És ahogy ezt kimondtam, azt nem tudnám nektek megmondani, hogy megtörtént-e, de tudtam, hogy ez a srác, ennek van egy ilyen Isten adta képessége, aki egy senkinek néz ki, aki képes valójában abban a technológiába úgy belenyúlni, amire oly büszkék vagyunk, és oly magabiztosak is megszoktuk, hogy pillanatok alatt az órunk előtt összeomlik. És ezzel fel is ébredtem, ennyi volt az egész álomrész, megmondom nektek őszintén, amikor fölébredtem, hát egyszerűen nem is tudtam, mit hova kezdeni vele. Nem tudtam, hogy mit tegyek ebből az egész álomképpel, de közben mégis a jó atya kegyelméből fokozatosan megjött hozzá való megértés, ami megmondom nektek őszintén, hogy elég kemény. Hisz egyértelműen megmutassa, hogy maga a Teremtő Isten hogy fogja megengedni, hogy ez az úgynevezett általunk felépített álbiztonság a mesterséges intelligenciájával együtt mennyire sérülékeny, és mennyire úgy működik, hogy megvan hozzá az, hogy egy senki az emberek szemében valójában ő lesz az, aki valójában az egészet elküldi a pokol fenekére, és lerántsa róla a lepret, hogy mennyire sérülékeny és mennyire nem működő képes, és így be fog borulni az egész bankrendszer, mindenféle platformok, és minden, ami az életünk részese, hisz erre van építve már az oktatás, az egészségügy, a gazdaság, és hogyha ez borul, és ez az egész, hogyha összeomlik, akkor valójában mit tud produkálni a mi saját életünkben. Tehát ez egy óriási nagy figyelmeztető. Tehát ennek a srácok megadatott ez, és tudjuk, hogy az Istennek minden lehetséges, megvan neki hozzá a hatalma és az ereje, hogy ezt azért történjen meg, hogy meglássuk terékenységünket, és ezáltal is még aki fölébred, és hallgat,
az életre hívó szóra hallgat, a szólításra, hívásra, megmeneküljön a lelke, hisz egyértelműen tudjuk, hogy ez az egész a lelkek ellen van kitalálva, valójában ellelketleníteni maga az embert, maga az Istennek a teremtményét, és elvinni egy olyan irányban, ahonnan egy idő után visszafordíthatatlanul állapotba kerülhet és menthetetlené válhat a lelke. Tehát erről szól ez a történet, ez azért engedtetik meg. És ez egy azért erőteljes figyelmeztetés, hogy sokszor, amit úgy megszoktunk, mi annyira részese lett az életünknek, hogyha egyik pillanattól a másikra elvétették, ki tudjuk-e mondani, hogy az Úr adta és az Úr elvette. Tehát függetlenül élünk-e ettől az egésztől. Erről nagyon sokszor kaptunk figyelmeztetést, én is és úti társaim is, bár ilyen képeket még nem tudom, hogy valamelyik úti társam kapott-e. Én kaptam most az Atyától azért, hogy megpróbáljam nektek elmondani ezt az egészet. Én tudom, hogy nem tudom tökéletesen elmondani, hisz maga ezt a megélés, ez olyan erős volt számomra, olyan élethű volt, hogy szószoros értelemben sajnos nincs meg nekem az a képességem, hogy ezt át tudjam adni, de maga a figyelmeztetést elmondhatom. És ezt tudom, hogy nekem is szól egyszer, elsősorban nekem szól, és mindenkinek, aki meghallja a következő szavakban azt, hogy Isten él és beszél, és így mindenkit személyesen arra az ismeretre, ahol nincs szükség ilyen eszközökre, nincs szükség mesterséges intelligenciára, semmi olyan dologra, ami valójában be tudja hálózni az emberi lelket, tehát a lelket is el tudja küldeni, hogy eljön a tüzébe, hisz azt mondja Jézus, hogy ne attól féljetek, aki megöli a testeteket, de a lelketekkel nem tud mit kezdeni, nem attól, aki mind a testeteket, mind a lelketeket meg tudja ölni, és el tud küldeni, hogy eljön a tüzébe. Legyünk őszinték, hogy a mai nemzedék, és ez az én nemzedékemnek köszönhető az, hogy ez a mai nemzedék belenőtt ebben az egészbe. Tehát nem vádolhassuk őket valami olyasmivel, amit valójában beleszülettek, hisz ez nekünk volt a szívünk vágya, nekünk volt kívánságunk, hogy egy olyan világot teremtsünk magunknak, mint a sci-fi filmekben, és akkor most megláthassuk ennek a következményét. Ez egy durva ébresztő, de egy erőteljes kiáltás Isten kegyelméből, hogy ébredjünk föl, és kérjük őt személyesen, hogy mutassa meg a kivezető utat, mutassa meg azt, hogy hogyan lehet ezt az egészet elengedni, feladni, mert ezt így embernek lehetetlen. Feladni ezt a függőséget, úgy használni ezt az egészet, mintha nem is volna, de mégis van. Hisz én nem mondhatok olyant, hogy az emberek hagyják el ezt az egészet, de úgy használni és úgy élni, mintha nem is volna, de mégis van, ugye? Tehát teljes függetlenül, teljesen szabadon lélek által, így már nem tud uralkodni rajtunk. Hisz legyünk őszinték, hogyha beborul ez az egész programozott mesterséges intelligencia, akkor egyszerűen nem fognak működni a üzletek, a gyógyszertárak és semmi. Hisz nem is biztos, hogy el kell vegyék ehhez az áramot, vagy megszűnik az áramszolgáltatás, hanem maga ez az egész rendszer, amikor beborul és megbolondul, mert meghekkelik, akkor egyértelműen meglátszik a gyengesége, de meglátszik az is, hogy milyen erővel bírt, milyen erővel tudott uralkodni rajtunk. És így pedig kiderül, hogy nem vagyunk szabadok, hanem a saját magunk által épített világunk rabjai vagyunk, ami egyértelműen leránthat minket a külső sötétségben, és uralkodik felettünk. Krisztus Jézusban meg lehet találni a teljes igazságot. Tehát mindenki, aki hallott ezt a videót,
és úgy érzi, hogy több mindent szeretne erről az egészről megérteni és megtudni, akkor nincs más dolga, mint személyesen Krisztushoz fordulni, hisz egyedül ő az út, az igazság és az élet. Ezt te döntöd el személyesen. Sziasztok! Isten áldjon mindenkit!